Milyen hatásra számítsanak azok, akik most elkezdik fogyasztani a ganodermát, esetleg pont a GL-t, a szerves germánium miatt? Ez egy azért nagyon nehéz kérdés, mert hogyha neked nincs semmi különösebb panaszod, csak szeretnéd ezt a jó állapotot fenntartani, és elkezded fogyasztani, ne várd, hogy a jótól még jobban érezd magad, hiszen ha jól érzed magad, annál jobb nincs. Emiatt nem fogsz semmi különösebb hatást tapasztalni. Azok, akiknek már van valami problémája, ott pedig nagyon fontos az, hogy mekkora dózisba szedi. Egyszer volt egy ember, aki, mikor beszélgettünk vele és kezdtük ajánlani a ganodermát, kifakadt, hogy jaj, ne jöjjünk már ezzel a ganodermával, ő azt már szedte és nem használt semmit. És akkor hát kérdeztük, hogy egyrészt nem biztos, hogy a DX-en szedte, másrészt meg, hogy milyen adagban. Hogy ő minden nap megivott egy ganodermás teát. Érted? Tehát homeopátiás mennyiségben nem segít, tehát ahhoz valamennyit szedni kell, hogy hasson, meg nyilván a probléma mértékéhez kell igazítani az adagot is. És mindig ezt szoktuk mondani, hogy türelmesnek kell lenni. Ez 2-3 hónap, amiben gondolkodunk, 2-3 hónap alatt lehet, hogy lesz már egy kedvező hatás, de nem biztos. Viszont van egy szabály, hogy a ganoderma az igazából hogy hat a szervezetre. 5 lépésben fejti ki a hatását. A legérdekesebb az első 30 nap. Ilyenkor a ganoderma átszkenneli a szervezetet. Ez nagyon vicces, mert szokta jelezni ilyen emlékeztető fájással, amikor megtalál valamit. Például volt olyan, aki, mit tudom én, 20 éves korában volt egy trombózisa, és már bőven 50-en túl van, és elkezdte szedni a ganodermát, és néhány napra, 2-3 napra visszajött egy ahhoz hasonló fájdalom, mint annak idején, amikor trombózisa volt. Csak jelzi a ganoderma, hogy megtaláltam, hogy itt volt valami, ezzel még majd én dolgozok. Ez egy vicces dolog, nem kell tőle megijedni. A másik az 1-től 37-en át tartozik, vagy tart ez a tisztítás, méregtelenítés szakasz, amikor a mérgeket kitakarítja a szervezetből. Ez már lehet egy kicsit kellemetlen is, attól függ, hogy ez milyen gyors ez a méregtelenítés, mert ezek tipikus méregtelenítési hatások, amikor az embernek fáj a feje, vagy hasmenése van, vagy ilyen hasonló, nagyon büdös az izzadsága, mert ugye az izzadsággal, a széklettel, vizelettel távozik az a méreganyag a szervezetből, amit ki akarunk onnan takarítani. És ennek lehetnek hatásai. Ha ez jelentkezik, akkor csak annyit kell tenni, hogy kicsit visszavenni az adagot, hogy lassabban történjen ez a méregtelenítés, hogy ne legyenek olyan kellemetlenek a hatások. A harmadik fokozat az 1-12 hónapon át tart, ez a szabályozás, beállítás. Itt nagyon sok reakció figyelhető meg, nem kell megijedni, az a jele, hogy a szervezet gyógyul. Egyébként a természetgyógyászatban van ez az ismert jelenség, hogy mielőtt valami javul, egy picit még rosszabbodik. Nem tudom, hogy miért van, de ezt mindig meg lehet figyelni. Úgyhogy ettől sem kell megijedni. A visszanyerés az 6-24 hónap, tehát akár meg 2 évig is eltart, amikor a ganoderma folytatja a szervezet károsodott részeinek a kiavítását, erősíti az immunrendszert, hogy ellenálló legyen a betegségekkel szemben. Létfontosabb alapanyagokat, vitaminokat szolgáltat egy gyors felépüléshez. És végül a megfiatalodás. Ezt nem nagyon szoktuk mondani, mert úgyse hiszi el senki, de tényleg így van, ez 1-3 év, amikor a ganoderma tényleg látványosan, tehát észre lehet venni azt, hogy lassabban öregszik az, aki ganodermát szed. Nyilván, hogyha nem napi egy fél csésze ganodermás teját iszik, hanem azért van egy dózis, amit beszed. Nem tudom, hogy ezek vonzóak voltak-e, ezek a lépések, hogy szeretnéd te is átélni, hogy a szervezeted megtisztul, megfiatalodik és ellenállóvá válik a betegségekkel szemben. De ha igen, hát akkor adj egy esélyt a ganodermának szerintem.